Először is szeretnék gratulálni a Körmend csapatának. Úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyertek. 40 percen keresztül nagyon agresszív védekezést hajtottak végre rajtunk, aminek köszönhető szerintem ez a győzelmük. A statisztikát látva az nem is volt annyira kirívó, mert ami nem jellemző rájuk, szerintem, hogy több lepattanót szereztünk, nagyon sok támadó lepattanót szereztünk, de tényleg olyan nyomást tettek ránk, főleg az első 5-6 percben, amire úgymond nem volt válaszunk. 5-6 perc alatt eldöntötték a mérkőzést. Utána úgy gondolom, hogy jobban felvettük a ritmust, fél időre tartottuk úgymond ezt a 20 pontos hátrányt, és a harmadik negyedben úgy gondolom, hogy a 3-2 zóna védekezésünkkel esélyt adtunk magunknak, de a negyedik negyedben, amikor volt lehetőségünk közelben 10 pontnál több támadást is elhibáztunk, és ezeket megbüntette a Körmend. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen reális a győzelmünk, gratulálok neki. I think we started off the game real well. I think we played real well too, except for when we just got the big lead, we just got too comfortable, and we started letting up. And against a team that like them, who always fight all the way to the end, they always gonna have a chance to come back, and that's what they start doing. Until we start picking up a little bit and take care of the small things, and once we did that, then everything was back okay. But we gotta do better of once we get in the big league. Keep playing like how we played that got us that league instead of letting everything down. But for the most part, I feel like we played a good game. Ja, tényleg is gratulálok a Körmendnek, tényleg megérdemelten nyertek. Azt gondolom, hogy ezt tudtuk is, egy nagyon fizikális védekezésük van, amiből megteremtik az előnyöket, illetve azt az előnyt, amivel az elmúlt időszakban egy nagyon jó sorozatot produkáltak, és ehhez párosul az önbizalom, ami megvan most a játékosaikban, és nem csak könnyű helyzetekből, de extra helyzetekből is azt gondolom, hogy tudnak érvényesülni, illetve értékesítik a dobásokat. Mi esetünkben azt gondolom, hogy mi is egy viszonylag jó formában vagyunk, de egy nagyon-nagyon hosszú menetnek a közepén, vagy valamelyik részén. Most reméljük, hogy azért ez még csak a közepe. Viszont elvesztettünk két kulcsjátékost, ami talán nem az elején, de abba, amikor feljöttünk 10 pontra, tehát ott segíthetett volna egy kicsit a rotációnkba, illetve azokba a kulcs szituációkba jobb döntéseket hozni és bedobni azokat, ott azért volt több lehetőségünk is fölzárkozni. Én a saját csapatomnak is gratulálok, mert tényleg nagyot küzdöttek, és minden egyes játékos, aki a pályán volt, azért sokat hozzátett, de ma jelen helyzetben a Körmend tényleg sokkal jobb volt, és még egyszer gratulálok nekik. Well, first of all, I think we started the game in the right way. We played two very good games before this game. Overall games in Zombaté and at home against Szolnok. And when I heard this morning that Spica and Markovic will not play, I started to be, let's say, not afraid, but I had this in mind, that it's always difficult, and we have the saying in Germany that says the wounded dog is the most dangerous. And I think this appeared today. We started the game out well in the beginning. I like our effort, I like how we fight, I like how we play on defense. But then Kaposvari, you have to congratulate the players and also coach. They show great spirit, great togetherness. They fight, they scrap, they make the little things right, and they got back in the game. They never let up, and this is always a good sign for their team. But also I'm happy that in the end, we managed to have the win, even though we need to improve what we did in the second, third, and fourth quarter.